napokban látott napvilágot a hír, hogy a makói járásbíróság nem letöltendő börtönbüntetésre, hanem mindösszesen csak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt az embert, aki megtámadta, lefejelte a intézkedő rendőrt. Azt gondolom, hogy az ilyen és ehhez hasonló bírósági ítéletek azok, amelyek alássák a rendőrség és ezáltal a rendvédelmi szerveknek a tekintélyét. Pontosan láthatjuk azt, hogy ma Magyarországon egyre több ilyen eset történik, és bizony sajnos az esetek nagy részében nem letöltendő börtönbüntetést kapnak az elkövetők. És azt is látjuk, hogy nem csak a rendőröket támadják meg, hanem tulajdonképpen megtámadják a mentősöket, az orvosokat, a védőnőket, a tanárokat, a buszsofőröket. Emlékezhetünk arra az esetre, hogy borsodi faluba a mentős nem mert bemenni rendőri kíséret nélkül. És azt is el kell mondanunk, hogy bizony ez a szakmai munka rovására megy, hiszen gondoljunk bele abba a helyzetbe, amikor például egy tanárnak azt kell mérlegelnie, hogy egy döntése után milyen helyzetbe fog kerülni. Tehát teszem azt, attól függően, hogy a gyermeknek milyen jegyet ad, vagy átengedi-e például a pótvizsgán, azon is el kell gondolkodni, hogy ennek lehet az a következménye, hogy őt akár verbálisan, akár tetlegesen támadni fogják. És azt kell mondanom, hogy így azok az emberek, akik egyébként az állam alkalmazottjai, akik a közért dolgoznak, nem tudják megfelelő módon ellátni a feladatokat. A Mi Hazánk mozgalom véleménye egyébként ebben a kérdésben egyértelmű. Mi azt gondoljuk, hogy az arra hajlamos egyének kedvét el kell venni attól, hogy ezeket a hivatalos személyeket megtámadják. Azt gondoljuk, hogy alapvetően, ha a bíróságok nem érzik ennek a esetnek a súlyát, nem érzik ezen ítéleteknek a súlyát, akkor bizony a politikusoknak kell olyan törvények, változtatásokat eszközölniük, amelynek az az eredménye, hogy a hivatalos személyeket tetlegesen bántalmazó, visszaeső, hiszen a makói esetnél is egyébként egy visszaeső bűnelkövetőről van szó, akit előtte már kétszer elítéltek, egyszer erőszakos bűncselekményért. Tehát, hogyha ezeket a hivatalos személyeket tetlegesen bántalmazó embereket, akik visszaeső bűnözők is ráadásul, bizony ne kerülhessék el a letöltendő börtönbüntetést.